A Tolna vármegyei mérnöki kamara és kereskedelmi és iparkamara által szervezett szakmai napon a szervezetek képviselői előadásokat hallgathattak az egységes hulladékgazdálkodási és a kiterjesztett gyártói felelősségű úgynevezett EPR rendszerről. Majd ezután a gyakorlati megvalósulással kapcsolatban kérdezhettek az előadóktól. Azt gondolom, hogy a cégünket érintő komoly változás lesz július 1-től, amit szeretnénk minél alaposabban, hát nem is az, hogy tanulmányozni, de hogy minél több ismeretet megszerezzünk ezzel kapcsolatban, és ezt szeretnénk most így gyarabítani itt ennek az előadásnak a keretein belül is. A rendezvényen minden nagyobb cég képviseltette magát, hiszen a bevezetésre kerülő rendszer még mindenkinek új, ezért sok kérdés merülhet fel. Ez a rendszer egy teljesen új jogszabályi környezetet és gyakorlati környezetet fog teremteni. Július 1-től bizonyos hulladékokat, a legfőképpen a csomagolási hulladékokat, legyen az fa, fém, műanyag, papír, illetve az elektronikai hulladékokat, az akkumulátor, elem és még számos anyagáramot kizárólag a MOHU ZRT alvállalkozója vagy ő maga gyűjthet vissza, tehát a tulajdonjog őt fogja illetni. Hogy ezt a szisztémát fent lehessen tartani, egy kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert vezetnek be, ami azt jelenti, hogy a gyártó előre kifizeti a hulladékkezelés szállítás díját. A közös rendezésben megvalósuló szakmai napon mind a mérnöki kamara, mind az iparkamara felajánlották segítségüket és gyakorlati információkat adtak át a cégeknek a regisztrációs nyilvántartási rendekkel kapcsolatban. Remélem, hogy ezt követően többször is módunk lesz majd közös rendezvények megtartására a Kereskedelmi és Iparkamarával, hiszen a mérnöki vállalkozások egyúttal a Kereskedelmi és Iparkamara kötelező tagjává is váltak, és itt is fizetnek tagdíjat, úgyhogy szeretném, hogyha ez a kapcsolat továbbra is fennmaradna. A teljes hulladékgazdálkodási felépítés átalakítása után pedig január 1-től a visszaváltási rendszert is újraindítják. Jelenleg a hulladékaink fele kerül lerakásra. A cél, hogy minél nagyobb újrahasznosítási arányt érjünk el. Ez a környezetvédelem mellett a körforgásos gazdaságot is erősítené.